Egészségesen futkározik, játszik a kölyök rókával, ezen a felvételen Toruk, a pécsi mancsrancson. Akkor még minden rendben volt. Ezt a fotót már ma reggel tette ki a közösségi oldalára a városi állatfarmot üzemeltető tulajdonos Fejes Rózsa. Súlyos állapotban került orvoshoz az ebb. Valaki el akarta pusztítani, szörnyű állapotban talált rá, mondja a gazdája. Tegnap hajnalban a szokásos, nagyjából szokásos időben, ugyanúgy, mint minden nap kimentem a gyerekekhez, az állataimhoz. Már akkor észrevettem, hogy Toruk nem rohant elém, úgy, ahogy szokott minden nap reggel. Olyan furcsa feküdt. És hogy bejön mentem, akkor láttam, hogy tele van vérrel az egész udvar, értocsák mindenfelé. És feküdt. És jöttek a morfhoz, tuszkolt az orrával, mutatta, hogy baj van. Azonnal hívta az állatorvost, aki életmentő injekciókat adott a kutyának. Már akkor sejtették, hogy megmérgezték az állatot. Rögtön állatkórházba szállították, ahol laborvizsgálatokat végeztek a méreg után kutatva. Megdöbbentő eredményt kaptak. Az az embernek nem nevezhető szörnyeteg. Kétféle mérget is használt, hogy biztosra menjen. Fagyállót is és egérmérget is találtak. Tehát a fagyállóra és egérméregre utaló eredményeket is találtak a laborvizsgálatok során. Ezzel a kétféle méreggel átitatott élelmiszert dobott be valaki a kutyákhoz. Toruk evett belőle. Az állatorvos azt mondja, az elkövetkező 5 nap még kritikus lehet. Fejes Rózsa egész nap a kutya mellett van, nem hagyja egyedül a kórházban. Ezért csak telefonon tudtuk megkérdezni a történtekről. 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, hogyha különös kínzásnak teszik ki az állatot, különös szenvedésnek teszik ki az állatot. Egy mérgezéssel kapcsolatosan hát bizonyítás kérdése, de megállapítható. Közel lehet az állatkínzás bűncselekményének, a törvényi tényállásának megállapításához egy állatnak a megmérgezése. Ezt mondja az ügyről a jogi szakember. Egyelőre azonban még feljelentést sem tett a városi állatfarm tulajdonosa. Fejes Rózsa azt mondja, előbb legyen jól Toruk, ez a legfontosabb. Majd ha már nem kell aggódni a kutya életéért, akkor fordul a rendőrséghez.